Megdöbbentő esemény történt Mesztenyőn. Rablók támadták meg a helyi papot a plébánián kedden hajnalban. Megkötözték, ütötték, és a templom felújítására nyert pénzt követelték tőle. Erőszakos fosztogatók támadták meg lakásán a mesztegnyői plébános kedden hajnali 4:30-kor. Több személy az, akit keresünk, az, hogy voltak esetleg segítőik nekik a cselekmény elkövetésébe, ezt is természetesen vizsgáljuk. Az ügy további részletei nyomozás érdekeire tekintete jelleg még nem nyilvánosak. A 45 éves Galambos Ferenc 7 éve szolgál a faluban. A városi kórházban kérdeztük a történtekről. Zajt hallottam. Már szundikáltam, tehát nem voltam teljesen, nem aludtam, éber voltam. Meghallottam, hogy mintha egy kartondoboz húztak volna el. És akkor mi ez? Azt hittem, az asszonyok pakolnak ottkint, és akkor kiszóltam. Jolini, maga az. Nem kaptam választ. Gondoltam akkor, talán a macskák a padláson. Vannak kölök macskák fent. És nyugodt voltam. Még megittem egy fél pohár vizet, szódavizet. Aztán elmondom, hogy mégis csak kinézek, hát, ha mégis csak az asszonyok azok. Csak nem akarnak zavarni. Szégyellősek. Elindulok a fürdőszoba felé, csak a szobámba égett a lámpa. És ahogy kinyitom a fürdőszoba ajtót, kezemben volt egy kis zseblámpa, mondom, a folyosón sötét van. Hirtelen előttem terem egy sötét, állarcos alak, simaszkos alak, és a babilama már üt. Marcali plébánosát is megdöbbentették a történtek. Minket megvédeni úgy lehet, ahogyan a lakosságot is megvédeni. A polgárőrségnek óriási szerepe van, a rendőrségnek óriási szerepe van, azon kívül pedig ezt a megélhetési bűnözés után kellene nézni, hogy ez valóban megélhetési bűnözés követték el, vagy egy kicsit nagyobb éberséggel figyelni a plébániákat, akár technikai felszerelés, riasztóberendezések felszerelése, kamerák felszerelése, ami talán egy kicsit elriasztja a betörőket az ilyen cselekményektől. A rendőrkapitányság számít és igényli a polgárőrség munkáját. A térség 8 településén fokozott járőrszolgálatok rendeltek el, 30 polgárőr van folyamatosan szolgálatban, valamint 100 kollégájuk készenlétben. Több felajánlást kaptunk megyei és országos szinten is, hogy jönnének, segítenének nekünk. A szolgálatok ellátásánál hál' Istennek azt tudom mondani, hogy már így is egy kicsit sokan vagyunk, ami ugye nem baj, mert a közbiztonság fogja ennek az eredményét látni, de hát további külső erőkre egyenlőre úgy kell, hogy fogalmazzak, hogy nincs szükség. A marcali plébános elmondta, sajnos az utóbbi időkben megszaporodtak a hasonló támadások. Nem olyan régen volt egy országos felmérés az egyház elleni erőszakokról, azt a katolikus egyház püspöki konferencia titkársága végezte. Sajnos el kell mondanunk, egyre szaporodtak ezek az esetek, egyre több plébániára törnek be, egyre több erőszak történik plébániákkal, papokkal kapcsolatban. A kórházban a plébános úrnak egy SOS telefonkészüléket adtak át, melyel karra csatolható vízhatlangom segítségével azonnali segélykérés kezdeményezhető, és 3 különböző telefonra megy a vészhívás. Ennek segítségével pedig tud azonnali segítséget kérni, legyen szükség akár orvosra, rendőrre, vagy bármi másra. Az elkövetők felkutatására a Somogy megyei rendőrfőkapitányság bűnügyi osztálya a marcali rendőrkapitánysággal közösen